nikotinos e-likvidek üldöztetése 2012-ben kezdődött, mondva csinált ellenőrzésekkel, jogszabályi háttér nélkül történő lefoglalásokkal. Akkor nem akartuk elhinni, hogy ez megtörténhet. Utána reménykedtünk, hogy nem tart sokáig. Sajnos itt tévedtünk először, és mint azóta bebizonyosodott, nem utoljára. Bernárius Róbert vagyok, ennek a kisfilmnek a rendezője, egy ártalomcsökkentéssel foglalkozó podcast producere immár több, mint 3 éve, de legfőképp ex-dohányos és lelkes e-cigaretta evangelista. Az előbb említett hangulatkeltés azóta is tartja magát. Egyik alkalommal már rég megcáfolt és elavult állításokra alapoznak a döntéshozóink, másszor csak előhúzzák az oly sokszor ismételt mondatot, nem tudunk róla eleget. Felesleges abban reménykednünk, hogy közös párbeszéd alakulnak ki a döntéshozók és a civil szervezetek között, hisz számtalan hanvában holt próbálkozás arra enged következtetni, hogy nem a konszenzus és észszerű szabályozás a cél, hanem valami egészen más. Ha nem így lenne, a parlamenti bizottsági meghallgatás során szót kaphattunk volna, ami természetesen nem történt meg, bábokként hallgattunk, hogyan döntenek a témában inkompetens képviselők pusztán saját elavult hipotéziseik mögé bújva. A struc politika és a ludditák karba-fonva dolgoznak azon, hogy pusztán üzleti alapokra helyezzék az ártalomcsökkentést. Ezt támasztja alá, hogy a magyarországi elektromos cigaretta és e-likvid értékesítői hálózatot évek kitartó munkájával sikerült kivégezniük, és kényszerítettek be minden már leszokott ex-dohányost a trafikhálózat vásárlási láncába, illetve kényszerítettek bennünket a dohányzók közé úgy, hogy semmilyen észszerű és észérvekkel alátámasztott indoklást nem tudtak azon kívül elmondani, hogy ez a nem dohányzók védelmében történik. És hogy a parlamentben milyen hozzáállással találkozunk? Mi inspirálja azokat a döntéshozókat, akik tájékozatlanságukat nagyfokú arroganciával ellensúlyozzák? Kérdezzünk meg olyas valakit, aki a tűzfészekből látja a dolgokat. Az elektromos cigarettával kapcsolatos törvény szabályozása Magyarországon először 2015 őszén került sor. Ekkor azonban mi úgy gondoltuk, hogy a kormánypártok, a kormánytöbbség alapvetően rosszul nyúlt ehhez a kérdéshez. Dohányterméknek minősítette az elektromos cigarettát, és dohányosként tekintett az új jogszabály az elektromos cigaretta felhasználókra. Magam saját tapasztalatból is tudom és vallom, hogy az elektromos cigaretta az ártalomcsökkentés, illetve a leszokásban nyújtott segítségnek egy fontos eszköze. Ezért is vállaltam fel országgyűlési képviselőként ennek az ügynek a képviseletét, és amikor ezzel a kérdéssel elkezdtem foglalkozni, amikor számos fórumon és parlamenti vitában próbáltam a kormány figyelmét felhívni arra, hogy rossz hozzáállással közelítenek ez az egész kérdéshez, ezen keresztül megismertem azokat a fogyasztókat, akik Magyarországon az e-cigarettát használják, megismertem azokat a nagyszerű közösségeket, amelyeket ezek az emberek alkotnak. Én magam, mielőtt országgyűlési képviselő lettem volna, gyermekkoromtól kezdve számos civil szervezetnek a munkájában részt vettem. Én nagyon fontosnak tartom a civil önszerveződést, nagyon fontosnak tartom, hogy öntudatos magyar állampolgárok valamilyen ügy, valamilyen összetartó erő mentén az érdekeiket és a véleményüket artikulálják. Én úgy gondolom, hogy az elmúlt években a magyar kormány kevés figyelmet fordított arra, hogy a döntéshozatal során, bármilyen döntéshozatal során az érintett civil szervezetek véleményét kikérje. Mi ezt a kérdést egész máshogy közelítjük meg. És úgy gondolom, hogy amikor az elektromos cigarettával és az ezzel kapcsolatos jogi szabályozással foglalkoztam, számomra is nagyon fontos és hasznos segítség volt az, amit ezek a civil szervezetek, azok a lelkes önkéntesek nyújtottak, illetve akiknek a véleményére támaszkodni tudtam akkor, amikor kritikáinkat és észrevételeinket a kormánnyal szemben megfogalmaztuk. Egy nagyon jó, nagyon összetartó, kiváló közösséget ismertem meg, akik nagyszerű programokat szerveznek. Én úgy gondolom, hogy ezek közül a programok közül is kiemelkedő az a filmvetítés, aminek 2016. novemberében az Uránia Filmszínház adott otthont, és amelyet az elektromos cigaretta használó magyarországi civilek szerveztek. Ez egy amerikai film, a A Billion Lives című filmnek a bemutatója volt, amelyet ráadásul személyes jelenlétével tisztelt meg a film rendezője Aaron Biebert, és a főszereplő David Görlitz is. Nagyon nagy élmény és öröm volt számomra, hogy erre a rendezvényre meghívtak, hogy velük megismerkedhettem, és megtapasztaltam, megláthattam azt,
Az elektromos cigarettának a kérdése az egy olyan ügy, amely világszerte több millió civilt mozgat meg, és hogy ezek a civilek szerte a világon tartják a kapcsolatot, keresik a kapcsolatot egymással. Az elmúlt egy-másfél év során bebizonyosodott, hogy a törvényi szabályozás rossz, hiányos és alapvető kérdéseket nem kezel világosan és megnyugtatóan. Számos szükséges jogszabály, kiegészítő jogszabály nem született meg, gyakorlatilag káosz van ezen a területen. Amiben azonban semmilyen változást nem sikerült 2,5 év alatt elérni, az pedig az, hogy a törvény továbbra is zéró toleranciát hirdet az elektromos cigaretta használatával szembe. Gyakorlatilag az elektromos cigarettát a dohányzással, a vágott dohány fogyasztásával teszi egyenértékűvé. Az elektromos cigaretta használatára most már csak olyan helyszíneken van lehetőség, ahol egyébként dohányozni is lehet, sőt, csak ilyen helyszíneken van erre lehetőség, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy az elektromos cigaretta használókat a dohányosok közé kényszeríti ez a jogszabály. Mindössze egy kutató orvost ismerünk hazánkban, aki évek óta vizsgálja a nikotin szervezetre gyakorolt hatását, különös tekintettel a cigaretta és elektromos cigaretta összehasonlításában. A tüdő állapotáról és a kórállapotairól közismertek a radiológiai vizsgálatok és a morfológiai típusú vizsgálatok. Ugyanakkor kevesebb az információ arról, hogy a tüdő légző felületét érintő különböző gyulladások és irritációk, tüdő károsító hatása az mennyire érvényesülhet, még a biológiai fázisban, tehát amikor például CT-vel vagy radiológiai vizsgálatokkal még nem látszanak egyértelmű morfológiai eltérések. Már a 80-as években foglalkozni kezdtem azzal, hogy a tüdő alveolokapilláris membránja, tehát tulajdonképpen a légzőhártya állapota, az milyen módszerrel ítélhető meg, és így jutottunk el a dinamikus inhalációs tüdőszintigráfiáról, ami egy kicsit ijesztően hangzik, de a lényege az, hogy a vizsgált egyén az egy technécium izotóppal jelzett DTPA komplex aeroszolt lélegez be, amelyik ennek az említett alveolokapilláris membránnak a belső felületéről egy bizonyos sebességgel átjut a kapillárisokba. Ez a módszer ez kitűnően alkalmas arra, hogy a légző hártyának az állapotát az átjutás sebességével meg lehessen ítélni. A legdrámaibb eltéréseket a DTPA transportban a dohányzás okozza, ezt állatkísérletekkel is bizonyítani tudták, és mi humán vizsgálatokkal tudtuk bizonyítani, tehát a 90-es évek elején megírt kandidátusi disszertáció már erről a dinamikus inhalációs tüdőszintigráfiáról szólt. Már akkor tudtuk, hogy az égetéses dohányzás, tehát a cigarettákkal, pipázással és különböző füst belégzéssel történő nikotinbeviteli formák alveolitiszt okoznak, tehát ennek a légző hártyának a tartósan fennálló, folyamatos, nem intenzív gyulladását, amit alveolitisznek hívnak. Az utóbbi években, körülbelül 10 évvel ezelőtt egy új dohányzási forma jelentkezett, vagy tűnt fel, hogy úgy mondjam, a dohány piacon, az úgynevezett e-cigaretta, amelyről hát a kezdeti információk meglehetősen kezdetlegesek voltak, és nem igazán voltak emberen végzett kísérletek ennek a tüdőre gyakorolt hatásáról. Ezért elhatároztuk, hogy először összehasonlítjuk a hagyományos dohányzás és az e-cigaretta használata kapcsán kapott hát dinamikus inhalációs szintigráfiás paramétereket. Amit hangsúlyoztam, ez egy funkcionális vizsgálat, amelyik a tüdő ugye, membrán állapotáról informál. A dohányosoknál az átjutás sebessége ennek a bizonyos DTPA-nak, technéciumai jelzett DTPA-nak sokkal gyorsabb, mint az egyébként nem dohányzó emberek tüdeje esetében. Körülbelül 4 évvel ezelőtt, tehát 2014-ben etikai engedély beszerzése után összehasonlítottuk az első
25 fős e-cigazerettázó csoportot a hagyományos cigarettázásban kapott eredményekkel is. Egyértelművé vált, hogy az e-cigarettában a szénmonoxid és a kátrány származékok, de elsősorban a szénmonoxid hiánya, az kisebb légzőmembrán károsodással jár, tehát magyarul kevésbé okoz alveolitiszt. Mivel közben számos e-cigaretta típus került forgalomban, különböző nikotinoldat koncentrációkkal és különböző technikai paraméterekkel, érdemes lenne összehasonlítani a különböző e-cigaretták hatását erre a bizonyos alveolokapilláris, vagyis légzőmembrára. Pillanatnyilag ilyen kísérletek zajlanak. A jövőben, de már a jelen időszakban is ki lehet jelenteni, hogy a füstbelégzéses nikotinbeviteli formák drámaian szerepet játszanak a későbbi tüdőtágulás és időskori tüdőkárosodások kialakulásában, és ezek a problémák az alveolusok szintjén indulhatnak el, és ezért mindenképpen érdemes tisztázni azt, hogy bármilyen inhalatív ártalom, ami lehet az e-cigaretta is, teoretikusan és a valóságban is, okoz-e mérhető alveolokapilláris membrán károsodást, és erről orvosilag használható tudományos módszerekkel bizonyítható információkat szeretnénk nyerni. Az általában szokásos ijeszgetés és hát a különböző tiltó véleményekkel szemben mi megalapozott véleményekhez szeretnénk jutni. Egyelőre a e-cigaretta, mint egy újabb nikotinbeviteli módszer rövid távú hatásait sem vizsgáltuk humán vonatkozásban Magyarországon, illetve hát a hosszú távú hatásait meg majd meglátjuk, mert hiszen ahhoz több időnek el kell eltelni, tehát az egész e-cigaretta használat kb. 10 éves múltra tekinthet vissza Magyarországon is. Semmi, ismétlem, semmi nem támasztja alá a törvényhozók által kitűzött célok sikerességét. A fiatalok védelmében zárt trafikokba kényszerítették a dohánytermékeket, illetve az elektromos cigarettákat és azok kiegészítőit. Nemhogy nem szabtak gátat a dohányzásnak és szorították vissza a használatát, hanem épp ellentétes célt értek el vele. Soha ennyi vágott dohány nem fogyott hazánkban, mint a trafiktörvény életbe lépése óta. Soha ennyi csempészett cigaretta, dohány nem cserélt gazdát. Soha ilyen erős kiskereskedelmi hullám nem volt tapasztalható az elektromos cigaretták külföldről történő beszerzésével kapcsolatban. És itt a hangsúly a külföldön van. A hazai, jól képzett kereskedőket egy mozdulattal lesöpörték, és helyettük a témában tapasztalatlan trafikosok kezébe adták az értékesítés jogát és feladatát. Az ártalom csökkentés érdekében bevezetett szegregáció tehát nem működik. A kormányon lévő hatalom elképzelései szerint történik a szabályozás kialakítása, amely nem a megelőzést, illetve az ártalom csökkentést helyezi előtérbe, hanem az alternatív eszközök és termékek démonizálásával tereli a bizonytalan dohányosokat a biztos halál felé. Roppant frusztráló, hogy bármely érv, mellyel az unalomig ismételt és megalapozatlan frázisokat leromboljuk, süket fülekre talál, de sokkal rémisztőbb, hogy ezek a szavak olyan felelős döntéshozók szájából hangoznak el, akiknek nem csak, hogy munkaköri kötelességük volna a tájékozottság, hanem orvosi végzettségük is predesztinálná, hova tovább kötelezni őket arra, hogy felelős kijelentések jelenjenek meg nyilatkozataikban, és ne abban lássák a megoldást, hogy túlszabályzással ellehetetlenítik az ártalomcsökkentés alternatív módjait. Míg Európa más országaiban terápiás céllal, orvosi javaslat hatására terelik dohányosok ezreit a sokkal kevésbé káros nikotinpótló eszközök irányába, nálunk napi harcot kell vívnunk azért, hogy saját hibás állításaikkal szembesítsük őket. Sajnos a gyűlölet hadjáratuk eléri célját. Nem arról a maréknyi emberről kell ilyenkor beszélni, akik saját életminőségük javítása érdekében felelős döntést hozva változtatnak életvitelükön, hanem arról a sok millió dohányosról, akik a folyamatos nyomásgyakorlás és félretájékoztatás hatására elhibázott döntést hoznak. Mert minek lehet nevezni azt, amikor egy cigarettafüggő azzal a kijelentéssel elhessegeti magától az alternatív nikotinbeviteli eszközöket, hogy azt hallottam károsabb, mint a hagyományos. Úgy néz ki, sikerült nekik. Elérték a céljukat.
csak azt nem tudjuk, miért ez az álláspontjuk. Illetve tudjuk, csak nem akarjuk elhinni, hogy számukra fontosabb a tekintélyelvű kommunikáció és hivatali szabályozás, mint az észérvek befogadása, értékelése és ezen ismeretek tükrében egy olyan szabályozás kialakítása, amely nem bújik az álságos indokok mögé, hanem azzal foglalkozik, amivel kellene. Az emberrel. Azzal az emberrel, aki a dohányzással összefüggésbe hozható betegségei miatt jóval több kiadást jelent a beteg biztosítója számára. Azzal az emberrel, aki általuk elismert módon előbb fog meghalni a dohányzással összeköthető betegségek, szövődmények miatt. Azzal az emberrel, akinek adójából a fizetését kapja.